Papannét megépítettem Budapestet. Ez gyönyörű. És ismered is Budapest történetét? Hát az nem. Akkor én majd elmesélem neked. Budapest története hosszú időkre nyúlik vissza. A Duna viszont mindig jelentős szerepet játszott a város életében. A honfoglaló magyarok a 9. században érkeztek a Kárpát-medencébe, és a fejedelmi törzs Árpád vezetésével Aquincumot választotta szálláshelyül. Ők kezdték megírni nemzetünk történelmét. A hősök terén található milléniumi emlékmű pedig a 7 honfoglaló vezér mellett Gábriel arkangyal és a magyar történelem hőseinek állít emléket. És mi van az angyal kezében? Egyik kezében a magyar koronát, a másikban az apostoli kettős keresztet emeli a magasba, épp úgy, ahogy a legenda szerint az államalapító Szent István álmában tette. Szent Istvánról tudod, mit neveztek még el? A bazilikát. Az első magyar királyunk tiszteletére adták a nevet. A templom nagy szerepet töltött be a korszak zenei életében. Az egyházi hagyomány szerint a Mátyás templom alapítása is Szent István király nevéhez fűződik. A 13. században eredetileg gótikus stílusban épített templomot sok átépítés érte, nevét onnan kapta, hogy Mátyás király mindkét esküvőjét itt tartották. Mellette látható a halászbástya, ahonnét gyönyörű kilátás nyílik Budapestre. A halászok bástyája elnevezés azon egyszerű oknál fogva született meg, hogy alatta terült el a halászváros. Nem messze innét található a budai várnegyed, melynek építése IV. Béla nevéhez fűződik. Számos ostrom és felújítás áldozata lett. Fő alapköve a budavári palota, mely számos uralkodónak adott otthont, IV. Bélától kezdve Nagy Lajoson át Mátyás királyig. A gótikus stílusban épült várat a törökök elfoglalták, lerombolták, majd később már barokk stílusban épült újjá. Mesélj eljöjj a szabadság. Ez a szabadságszobor, melyet a német hadsereget Budapestről kiverő szovjet hadsereg haditettének emlékére állították 1947-ben. A Gellért-hegy tetején fekszik, ahol még a citadella is megtalálható. Budapest a Habsburg uralom után a 18-19. Században tudott újra fejlődni. Ekkor indult a reformmozgalom Széchenyi vezetésével. 1873-ban egyesítették Budát, Pestet és Óbudát. Ekkor jött létre Budapest. És attól épít az a híd is. Pontosan. Széchenyi állotta meg a Lánchidat, ami Budát és Pestet összekötő első állandó hídunk lett. Ha egyszer felmehetek Budapestre, én mind megnézem. Megígérem, hogy elviszlek Budapestre, és megmutatom neked a világörökség részét képező fővárost.